Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra a csatornámon! A mai videóban egy elmaradt, olvasmány összegző könyvajánlóval készültem nektek. Elég érdekesen alakult a június, és mindenképpen június plusz júliusi könyv összegzőt szerettem volna készíteni, viszont már itt vagyunk szeptemberben, és mind a kettő elég sokat csúszott, és még az augusztus is hátra van, amit szintén ma fogok felvenni, szóval kezdeném a június plusz júliusi könyv ajánlóval azokból a könyvekből, melyeket abban a hónapban olvastam. A videó elején még annyit szeretnék nektek mondani, hogy nem lett még megmagyarázva, miért lett új a zene az intro alatt, ugyanis még nem volt azóta lehetőségem leülni videózni, ez az első videó azóta, hogy megváltozott az intro, azok a videók, amik már kimentek az új intróba, azokat már korábban felvettem. Azért lett új az intro, mert egy olyan dalt kellett kiválasztanom, ami no copyrightos, és amikor megtaláltam a régi intro zenét, akkor ez volt rá írva, és minden szabály betartottam, a videó leírásában megadtam hozzá a hivatkozásokat, viszont mégis folyamatosan valamilyen baja volt a YouTube-nak azzal a dallal, nem tudom, hogy miért, pedig az is egy ilyen no copyrightos oldalról lett letöltve, viszont van egy YouTube hangtár, ahonnan szintén lehet dalokat kiválasztani, és ebben a hangtárban keresgéltem, konkrétan az egész napom rámet, és konkrétan több száz dalt meghallgattam, mire megtaláltam ezt. És ez annyira nagyon-nagyon tetszett nekem, mert tényleg egy ilyen, az a neve egyébként, hogy English Country Garden, ha jól emlékszem, és ennek annyira jó kis hangulata volt, mint a tényleg egy filmzene lenne, és annyira jól passzol szerintem hozzám, hogy még jobban is tetszik ez az új zene, mint a régi. Szóval így ez lett az új intro zene, remélem, hogy nektek is tetszik, én teljesen imádom. És akkor így zárójel bezárva, folytatom akkor a könyvajánlóval. Az első könyv, amelyről nagyon szeretnék beszélni a június során, az nem más, mint a Csak így tovább című könyv, Rainbow Rowell-től. Konkrétan ezt a könyvet majdnem fél hónapig olvastam, bár egy vastagabb könyvről beszélünk, mégis tök lassan haladtam vele sajnos, pedig izgalmas volt és nagyon tetszett, és egyébként 4,5 csillagot kapott tőlem, viszont pont akkor kezdtem el olvasni, mikor jól emlékszem a Disney Plus megjelent Magyarországon, és annyira ráfügtem a Disney Plusra és a régi sorozatok újranézésére, mint a Varázslók a Waverly helyről, hogy tök sok időt elvett sajnos az olvasástól, és erre akkor még nem jöttem rá, csak a hónap végén, mikor meg akartam nézni, hogy miket olvastam, és rájöttem, hogy bakker, ilyen keveset olvastam. Szóval a sorozatok, filmek tényleg nagyon el tudják venni az időt a könyvektől, viszont a Csak így továbbot sikerült elolvasnom, ami egy Harry Potter fanfiction-szerűség, Harry és Drakónak a szerelmi száját dolgozza valamilyen szinten ki fanfiction formájában. A két főszereplő, Buzz és Simon, ő utálják egymást, szobatársak, két fiúról van szó, és az ő szerelembe esésüket láthatjuk, miközben próbálnak megküzdeni a gonoszszal, és én is az egészet a Roxfordba képzeltem, mint ahogyan szerintem nagyon-nagyon sokan. Evelyntől kaptam egyébként ezt a könyvet, van is róla egy tök jó csomagbontós videó, ahol tematikusan a könyvhöz tök sok jó ajándékot kapok, szóval berakom a videó leírásába majd azt a videót is, és ott már meséltem nektek az előérzéseimről, most, hogy így kiolvastam és olyan is írtam róla, mindent összevetve egy nagyon jó élmény volt, tényleg, akik Harry Potter rajongók szeretnének visszatérni a Roxfordba képzeletbe, szerintem ez a könyv egy tökéletes nosztalgia útra invitál minket olvasókat, nekem nagyon jól esett ezeken a helyeken járni, ahol a szereplők jártak, egy nagyon izgalmas fantasy regényről van szó, és nagyon jól jelenik meg benne a fiú-fiú szerelem is, így LMBTQ kezdő, vagy haladó LMBTQ olvasóknak is simán tudom ajánlani ezt az izgalmas varázslattal teli könyvet. Következő könyv nem más, mint Rá Stefán Tibornak a Nincs hozzád hasonló című könyve.
Ezt a könyvet hiper-szuper gyorsan olvastam ki, konkrétan egy vonat út alatt végeztem is ezzel a regénnyel Budapestre oda-vissza. Ennek a könyvnek a főszereplője szintén egy meleg fiú, egy kicsit testesebb alkatú meleg fiú, aki megismerkedik egy olyan másik meleg sráccal, akinek ezek a fiúk az esetei, szóval csöbör. Szóval azok a pasik jönnek be neki, akik kicsit túlsúlyosabbak. És az ő szerelmi történetüket követhetjük nyomon, viszont a könyv egy nagyon-nagyon fontos kérdést tesz fel, mit adnánk fel a szerelemért cserébe, ugyanis a főszereplő fiunk, Csongor, ő beteg, és ha nem fogy le, akkor nagyon súlyos következményei lesznek az ő életének, viszont hogyha meg lefogy, akkor már nem fog tetszeni ennek a fiúnak, Kristófnak, akibe ő szerelmes. És itt merül fel a kérdés, hogy akkor mi a fontosabb, a saját egészsége, vagy a szerelmi élete, és hogy milyen egy jó párkapcsolat. Attól függ, hogy hogy néznek ki egymással a tagok, hogy milyen a személyiségük. Mert Kristóf egy olyan pasira, aki egy picit is vékonyabb, már egyáltalán nem izgul fel, úgymond. Szóval nagyon érdekes volt, hogy ezt a témát körbejárta a Rástefán Tibor. Nekem nagyon tetszett ez a könyv, talán eddig ez volt az egyik legszemélyesebb és legkomolyabb olvasmányom, amit ő tőle a kezembe vettem. Számomra tényleg nagyon elgondolkodható könyv volt, nagyon érdekes gondolatokat ő vetett fel. És egyébként egy Rubin Pöttyös könyvről beszélhetünk, szóval vannak benne erotikusabb jelenetek is, de nekem sokkal jobban tetszett a könyv másik mondani valója, amely tényleg ezt a kérdést veti fel, ilyen esetekben mit lehet tenni, mi az észszerű döntés, és a párkapcsolatok szempontjából is szerintem nagyon-nagyon elgondolkodtató, hogy általánosságban nem egy testben, hanem egy személybe szeret bele szerintem az ember, és ilyenben vannak mindenkinek esetei és elvárásai, ha annak a bizonyos embernek esetleg nem olyan a személyisége, vagy egyszerűen nem passzol két ember egymáshoz, hiába az esetet teljes mértékben. Így nekem ebből a szempontból volt tök nagy élmény, és tök elgondolkodtató, szóval én nagyon örülök, hogy ezt a rövidke kis könyvet elolvashattam. És a június utolsó könyve nem más, mint egy klasszikus, az Egy régi módi lány című könyv Louisa May Alcott-tól, aki ugyebár a Kisasszonyok írónője. Ez a könyv klasszikus könyvklub közös könyv volt, és még egy élő könyvkibeszélő is van róla az én YouTube csatornámon, ahol Jókatával és Vikivel együtt beszéljük ki ezt a könyvet. Nagyon örülök egyébként, hogy Viki eljöttél erre a könyvkibeszélőre, ugyanis Viki fent van az Instagramon, és én igazából ő miatta kezdtem el lányregényeket olvasni, meg Kristóf miatt, mivel ők egy időben nagyon sokat posztoltak az N könyvsorozatról, amit aztán én is megvásároltam és elolvastam, és az már csak történelem, ti is tudjátok, mekkora nagy-nagy kedvencem lett. Ugyanígy voltam a Kisasszonyokkal, így nagyon örültem, hogy a Manó Menő könyve kijött ezzel a csodaszép borítóval, és reménykedek benne, hogy az egész életművet felkarolják, mert szerintem nagyon nagy keletje van az írónő könyveinek, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon szép ez a dizájn, hogy a Kisasszonyok mintájára tovább viszi ezt a virágos, motivumos történetet, mégis már ez egy teljesen más stílusú könyv, teljesen más a színe, viszont tényleg bámulatosan szép, és nagyon örülök tényleg, hogy ilyen csodaszép kiadásokban olvashatjuk ezt a könyvet. Kikölcsönöztem egyébként egy régebbi kiadást is, viszont rájöttem, hogy ez egy rövidített verzió, ami a könyvmódképzőnél jelent meg, ez sokkal kisebb kezdő olvasóknak való inkább, ez pedig azoknak a haladóknak, szerintem ilyen 12-13-14 éves kortól, akik már tudnak, már szeretnek olvasni, ugyanis ez egy lányregény, de felnőtt fejjel is szerintem simán olvasható, ahogyan a karakterek ki is a gyermekkor után 6 évvel később felnőnek, fiatal felnőttekké válnak. Ez a könyv is nagyon fontos kérdéseket vet fel, nagyon-nagyon-nagyon tanulságos és példamutató értéke van a család, a szeretet, a valódi fontos dolgok iránt, a pénz, a vagyon helyett, inkább az, hogy boldogok lehessünk. A főszereplőnünk egy tipikus, nagyszerű főhősnő, egy tipikus, jószándékú, kedves, nagyon pozitív, őszinte, tiszta lelkű lány, aki egy olyan nagyvilági városba keveredik, ahol teljesen más értékek uralkodnak, és ő az, aki ezt a környezetet teljes mértékben megváltja, jobbá teszi, és ő az egész történetnek a megoldása, a tanulsága. Így én nagyon-nagyon-nagyon szerettem, hogyan végig volt véve ez a vonal, a romantikus szál is nagyon jól volt belecsempészve ebbe a történetbe, tipikusan imádom az ilyen jellegű szerelmi történeteket, mikor barátságból, gyermekkori barátságból válik később szerelemmé, nagyon-nagyon-nagyon nehezen, és megpróbáltatásokkal telve kibontakoztatva.
Igen, mindenféleképpen tudom ajánlani ezt a könyvet azoknak, akik szeretik az ilyen jellegű lányregényeket. Számomra ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó olvasmányélmény volt, sőt, ha jól emlékszem, még a kedvencek közé is beraktam, mert tetszett annyira nagyon-nagyon, mint ahogyan a kisasszonyok is. Így tényleg csupa szívvel tudom nektek az egy régi módi lányt ajánlani, egy nagyon jó kikapcsolódó élmény nyújt, teljes mértékben átmelegedtem tőle. És akkor mutatom nektek, hogy mik a júliusi olvasmányaim. Egyébként a júniusi tök érdekes, hogy az összes ilyen lila színű volt. Erre amúgy így tudat alatt talán kreáltam így a dolgokat, mert utólag láttam, hogy mind lila. Nem is értem, hogy jött ez így össze. De mutatom a júliusi könyveket. A sorrend, az most nem is tudom, hogy hogy van, de kezdem a Bíbor színnel, ami szintén klasszikus könyvklub közös könyv volt. Erről a Jó Katának a csatornáján van egy nagyon-nagyon-nagyon klassz könyvkibeszélő live, ahol én, Evelyn és Kata együtt beszéltük ki ezt a könyvet. Hát ott nagyjából mindent körül jártunk, viszont annyit hagy emeljek ki ebből a live-ból, hogy nekem ez a könyv hatalmas kedvencem lett. És ha 2022-t kellene most, ebben a pillanatban úgy könyvekre bontanom, hogy mi volt a legmeghatározóbb, legnagyobb kedvenc, akkor nem tudom, hogy vagy a lány, a nő és a többieket mondanám, vagy a Bíborszint. Ugyanis ez a kettő könyv volt számomra akkora nagy-nagy élmény, akkora nagy-nagy katarzis, hogy az valami elképesztő, mikor kiolvasol egy könyvet és azonnal újra akarod olvasni, egyszerűen nem akarod elengedni a történetet, konkrétan ezt éreztem végig, és amikor kiolvastam, konkrétan olvasás utáni válságba kerültem, és depresszióba, hogy most én egy másik könyvet fix, hogy nem tudok kinyitni, mert annyira hatás alatt vagyok. De miért is kerültem hatása alá, miről is szól ez a történet? Egy levélregényről beszélhetünk alapjáraton, de ez ne ijesszen el senkit. Emellett van még egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit meg kell jegyezni, mielőtt a kezedbe veszed ezt a könyvet, ugyanis nagyon érdekes a stílusa. Nem is régies, inkább parasztosan van úgymond megfogalmazva, mert a főszereplőnőnk egy műveletlen asszony, egy szegény sorból származik, a történetnek a legeleje és nagyjából az egész része egy szegényesebb vidéken játszódik. Szili, a főszereplőnőnk, egyszerűen nem olvasott, nem tanult nő, és az ő leveléből ismerjük meg főként a történetet. Így természetesen vannak helyesírási hibái, de ami nagyon érdekes, hogy ahogyan fejlődik a karakter, úgy fejlődik a szöveg is. És a történet végére már teljesen elhagyja ezeket a hibákat, egy tanult asszonnyá válik, aki egy karrierista nő lesz, nagyon jól fog keresni, és az ő életútját követhetjük nyomon, nagyon-nagyon tragikus az ő életútja, már a legelső laptól kezdve brutális, amin neki keresztül kell mennie. Van egy lánytestvére is, ő Nelly, akitől elszakítják nagyon kiskorába, és neki emellett a kedves jóistennek írja a leveleit, amiben kibontakozik az ő története, emellett más-más női sorsokat is megismerhetünk. Ezek a szereplők főként afroamerikaiak, így még egy plusz dolgot belevisz ez a történetbe. Na és még mellé egy önmagára ébredés, egy coming out történet is be van ágyazva ebbe a regénybe, ami egyébként a 20. században játszódik, ugyanis Sally még arra is rájön, hogy ő nem heteroszexuális, hanem leszbikus. És hogyha le akarjuk bontani a társadalmat, akkor legjobban elnyomva a fekete leszbikus nők vannak, ugyanis a bőrük színe miatt, az orientációjuk miatt és a nemük miatt is elnyomásba kerülnek. Így nagyon érdekes volt egy ennyire elnyomott szemszöget olvasni. Én tényleg egyszerűen imádtam, annyira sok fontos dolog volt beleírva a történetbe, a vallástól kezdve a nő-férfi kérdésen át rengeteg sok-sok nagyon fontos dolog volt beleírva, tényleg az egyik legfontosabb feminista regény, amit valaha életemben olvastam, szóval teljesen egyetértek Emma Watsonnal, aki a könyv elején is ezt írja, a film is eszméletlen élmény volt belőle, szóval mindent összevetve én ezt a könyvet nagyon-nagyon-nagyon tudom ajánlani, és hogyha egy könyv van, amit mindenképpen el szeretnétek olvasni ebből a videóból, vagy az én ajánlásaimból, akkor szerintem az mindenféleképpen a Bíborszín legyen, mert eszméletlen hatalmas élmény volt, és eszméletlen nagy katarzis volt számomra. Remélem, hogy nektek is egyébként tetszeni fog, ha olvassátok, és tényleg ne ijedjetek el az elején a furcsa írásmódtól. Mert hozzá lehet szokni, aztán én még hiányoltam is, mikor más könyvet olvastam, hogy nem úgy van megírva, mint ez.
Szóval teljesen jogos a Pulitzer díj, amit kapott érte Alice Walker, és mindenféleképpen fogok még tőle olvasni. Következő könyv nem más, mint a Mindketten meghalnak a végén Adam Silverától. Erről a könyvről is van már egy külön videó a csatornámon, ahol Evelynnel hangüzenetváltások formájában olvassuk ki együtt ezt a könyvet, reagálunk egymás hangüzeneteire. Ez a könyv egy nagyon különleges világban játszódik, ahol mindenkit felhívnak a halála előtt egy nappal szólni, hogy hello, ma meg fogsz halni, szóval hozd ki ebből a napból a legtöbbet. Egy ilyen napot követhetünk végig kettő fiú szemszögén át, Mateo és Rufus szemszögén át, akik egy amolyan netes utolsó barát keresőn, társkeresőn ismerkednek össze, és fognak egy egész napot együtt tölteni egészen a halálukig. Mivel a cím is elmondja, és Adam Silver is elmagyarázza, ő egyáltalán nem akart senkit csőbe húzni, ő kiteregette a lapjait, ez lesz a könyvnek a vége, és ne is arra gondoljunk, hogy mi lesz a legvége, hanem inkább azt az utat kövessük végig, ahogyan eljutnak ehhez a pontig. Nagyon érdekes szerintem az alapötlet, nagyon egyedi, és nagyon jól van kidolgozva az egész világfelépítés. Én nagyon élveztem ezt a könyvet olvasni, nagyon sokszor elérzékenyültem, és meghatódtam, és milyen elgondolkodtam, mert nagyon erős tartalma van ennek az alapvetően ifjúsági könyvnek. Teljesen megértem, hogy miért ennyire nagyon-nagyon népszerű, és a TikTokon több ezrek olvassák és bőgnek rá, ugyanis tényleg hatalmas a hatása ennek a könyvnek, így mindenféleképpen tudom nektek ajánlani, emellett a videót is, amelyben erről Evelynnel társalgunk, az ő és az én videóimat is szeretettel ajánlom megnézésre. Következő könyv egy sokszori újraolvasás volt. Ez a könyv nem más, mint a Büszkeség és balítélet, mutatom, ennyi posztit van benne. Mondom is, hogy miért. Külön bontottam a posztitokat tematika szerint, ugyanis még így nem olvastam ezt a regényt. A kék posztit a Jane Austen bölcsesség, a rózsaszín posztit a Lizzie bölcsesség, a sárga posztit, ahol nevettem, visszatérő részek is főként erre a posztit szekcióra sorolandóak, emellett zöld posztit a szerelem, narancsárga posztit, ahol Lizzie-nek és Darcy-nak voltak nagyon romantikus pillanatai, vagy beszélgetései, vagy veszekedései, vagy bárminek is nevezhetjük, szóval Lizzie-Darcy pillanatok. Na, ennek az akropóján, ennek az útnak a folytán olvastam el ezt a könyvet, ugyanis nagyon szeretem a Büszkeség és balítéletet, és rengetegszer, azt hiszem ez már a negyedik vagy ötödik újraolvasásom, úgy, hogy már hangos könyvben és napozás közben egy nyáron végighallgattam, éltem át ezt a csodálatos történetet, és még mindig azt mondom, hogy ez egyik kedvenc könyvem, és imádtam így olvasni és teleposztitálgatni. Ezt egyébként TikTokon láttam, hogy valaki így olvasta ki a Büszkeség és balítéletet, és nekem is tökre megjött hozzá a kedvem, mert immáron tradicionálisan minden évben olvasom ezt a könyvet. Tavaly is elolvastam, és aztán tavaly előtt is. Így lehet, hogy ezt amúgy jövőre is újra fogom olvasni. Tényleg számomra megunhatatlan, és nagyon jó érzés volt a könyv lapjain lenni, és a képzeletemben megint bejárni ezeket a helyeket. Talán ez az egyetlen olyan könyv, amit ennyiszer újraolvastam, és ennyire imádom, még a 100. újraolvasásra is. Szerintem sokaknak nem is kell bemutatni ezt a történetet, az egyik legnagyobb klasszikus, romantikus regény, amelyet szerintem valaha megírtak, és szerintem rengeteg sokan-sokan méltatták már, így ha még nem találkoztatok vele, vagy klasszikus könyvekkel szeretnétek ismerkedni, én nagyon-nagyon erősen tudom nektek a Büszkeség és balítéletet ajánlani, mert tényleg zseniális alkotás. Ha a könyv nem is, de a film esetleg, ha felkelti az érdeklődéseteket, én azt is ajánlom, majd esetleg utána kedvet kaptok hozzá, még a könyvet is tök jó a film után átélni, én is így csináltam, és ez ebben az esetben nem is mond le, képzétek az olvasás értékéről. Szóval remélem kedvet csináltam a Büszkeség és balítélethez, ezzel a sok posztittel, meg a régebbi videókkal is, és remélem, aki még nem olvasta, esetleg kedvet kap hozzá, hogy ő is a kezébe vegye. És a videó zárásaként az utolsó könyv nem más, mint a Greta James az elsüllyesztetetlen. Erről a könyvről is van egy könyvkibeszélő live Csaba csatornáján, ugyanis a könyvakáció közös könyve volt idén az augusztusi hónapban, júliusiban a Greta James, és Csabáikkal együtt olvastam el, és együtt beszéltük ki, nagyszerű volt annak a könyvkibeszélő live-nak a hangulata is. Miről szól ez a könyv? A főszereplő nőnk Greta James egy rockstar, a 30-as éveiben jár, és egy hajó útra megy az édesapjával, aki a 40. házassági évfordulójára ment volna erre a hajó útra a feleségével, aki
tragikus módon meghalt. Szóval ebben a könyvben egy nagyon nagy gyászfeldolgozás van, ugyanis Greta is elveszítette az apját, az apuka is elveszítette élete szerelmét, és nagyon-nagyon érzelmes ez a vonal, eszméletlenül megható. Emellett Greta Jamesnak is van egy sajátos tragédiája, amin próbálja magát túltenni a karrieri szempontjából, emellett így a nők szemszögéből, a zeneipar, hogy milyen, nagyon-nagyon sok fontos dolgot felvet ez a könyv, nagyon sok fontos kérdést, és ahhoz képest, hogy azt hittem, ez egy könnyed, nyári limonádé lesz, egyáltalán nem ezt kaptam ettől a könyvtől, sőt, még Alaszkában is játszódik, ahol hideg is van, szóval kár, hogy nem ősszel olvastam. Egyébként egyáltalán nem volt tőle nyár hangulatom, hiába ennyire nyárias a borítója, de ettől függetlenül hatalmas élmény volt, ahogy nyáron olvastam, és lehetséges, hogy újra is fogom ezt a könyvet olvasni, mert Jennifer S. E. Smith, A. Smith nagyon-nagyon jól ír, nagyon gördülékenyek a sorok. Én olvastam az ifjúsági regényeiből még mikor tini voltam, azt hiszem ez az első felnőtt regénye, de nagyon-nagyon-nagyon jó volt számomra, és még fogok tőle olvasni, ha ír későbbiekben is ilyen típusú felnőtt regényeket, és jönni is fognak Magyarországra ezek a regények, mert tényleg nagyon jó a mondani valója, nagyon szórakoztató, nagyon könnyedden ír, mégis meghatja az embert és megérinti, és mindent összeötve teljes mértékben tudom nektek ajánlani ezt a könyvet. Amíg számomra kicsit negatív volt, az maga a fordítás, de hát arról nem a könyv, nem az írónő tehet, így mindent összevetve egy jó élmény volt számomra, és tudom nektek ajánlani. Ezek lettek volna tehát a június és július olvasmányai. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hamarosan érkezem az augusztusi olvasmányokkal is. Addig is mindenkinek szép napot, és jó olvasást kívánok! Sziasztok!